A hegyvidéki kulturális szalonban működő klubok, tematikus foglalkozások, látogatói kihasználva a nyarat új élményekkel gazdagodnak a pihenésük, nyaralásaik helyszínén, éppen ezért ezekben a hónapokban szünetel azok működése. A szalon belső tereibe a fiatalabb korosztály költözik, ott ugyanis gyermekeknek szerveznek tanfolyamokat, táborokat. A szalon előtti tér viszont változatlanul mindenki előtt nyitva áll, és ez azt is jelenti, hogy a következő két hónap kulturális programja is erre a helyszínre koncentrálódnak. A nyáresti koncertsorozatok első előadása ugyan június utolsó munkanapján este lesz, ám a sorozat többi produkcióját két hetente szombatonként este élvezhetik. A zenélő Budapest előadásai viszont július első hetén kezdődnek, és minden szombaton minőségi szórakozást ígérnek az ide látogatóknak. 6. hó 28-ával 28 az Oti Akusztik, az Oti Voice zenekarral indul a nyáresti koncertsorozatunk, majd ahogy említettem, ugye jazzzel folytatjuk, Gyárfás Zonda-Káldi triója következik július 13-án. Találkoztunk már velük korábban itt, fergeteges hangulatot szoktak tudni teremteni. Ezt a programot 7. 27-én a Kardinál Együttes koncertje követi, majd pedig egy zenés időutazás, filmslágerek és operettek útján a Madács Színház két fiatal színművésze, Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt adják elő ezt az október, ö, bocsánat, augusztus 10-én megrendeződő programot, ami igazán fülbe mászó dallamok. Biztos vagyok benne, hogy együtt énekel majd a közönség a két fiatal színművésszel, tehát augusztus 10-én lesz ez a zenés időutazás. A zenélő Budapest sorozat legalább ilyen változatos kínálattal és nagyszerű művészek fellépésével örvendezteti meg a hegyvidéki zenerajongókat. A hegyvidéki dallamok címet viseli a 24-es évadnak a sorozata. Összesen hét alkalommal fogunk zenélő Budapest koncertet tartani a téren. Július 5-től augusztus 16-áig tart ez a sorozat, minden pénteken, tehát itt nem lesz szünet sem, hanem minden pénteken tartunk egy-egy programot. Itt zenés utazás Indiába, lesz szintén jazz lesz klasszikus, lesz harangjáték, lesznek részfúvósok, a kvartett, aztán egy kicsit latin zenét is hozunk el, és nem maradhat el a nagyon kedvelt romant, magyar romantika sem. Káldi kis András operaénekes lesz, és egy a záró alkalom augusztus 16-án, tehát én azt hiszem, hogy nagyon sok színű a zenei kínálat itt a nyár során. A zenei élmények mellett fotó, illetve képző, pontosabban természet-művészeti alkotások is gazdagítják a szalont az elkövetkező hónapokban is útba ejtőket. Július elejétől változik a látnivaló. Jelenleg még díszíti a szalon több falfelületét, több kiállító felületét Szűcs Márta operaénekesnő csodálatos fotókiállítása, amely ebben a hónapban még végig megtekinthető. Ezt követően egy nagyon különleges, nagyon színes és egyúttal sok-sok ismeretanyagot tartalmazó botanikai illusztrációkból készült tárlat nyílik itt a szalonban július 3-án. Ez a botanikai tárlat egy kicsit fölhívja a tudományos világ felé és viszi a figyelmet, de ugyanakkor nagyon sok szép virág, virágmotívum, levél-levél motívum részlete annak a növénynek. Tehát egyúttal kicsit szerintem a természet, a biológia, a zöld hegyvidék iránt érdeklődők is nyitottak lehetnek erre a kiállításra, amely július 3 tól tekinthető meg egy hónapon keresztül. A szalomban működő klubok és három évszak keresztül rendszeresen megrendezett foglalkozások augusztus végétől várják ismét a régi és új érdeklődőket. A pontos menetrendet a szalon honlapján is olvashatják.